1944 karácsonyán a gestapó éppen abban a sopronkőhidai börtönben tartott fogva, ahol Bajcsi Zsilinszky Endrét, az antifasiszta ellenállás vezetőjét kivégezték, emlékezett fiatal éveire Vitányi Iván. Azt mondta, az általa rám hagyott kalácsot eszegettem, és arra gondoltam, nem gondolkodok a jövőmön. Így idézte fel életének egy fontos szakaszát, a baloldal egyik meghatározó személyiségévé váló 90 éves szociológus, akit most tisztelői köszönt. Vitányi akkor és ma. Villanások egy életútból, amiből van mire emlékezni. Mint úri fiú, gyengri ivadék, mint horti rokon, ugrott fejest a népiesek, majd a kommunisták közé, az ellenállásba. A kínzás, a verést is bátran állta. Hogy lehet elkerülni az internálótábort és megmaradni gerincesnek? Hogyan lehet kint is lenni és bent is lenni úgy, hogy az ember árnyékban marad, nem pályázik pártkarrierre, hanem a kultúrában marad és a népet szolgálhatja? Ez volt Vitányi Iván dilemmája Heller Ágnes szerint. A filozófus felidézte, mindig hazafi volt, de sohasem magyarkodott. Igaz polgárként élt egy olyan világban, ahol nem voltak polgárok, csak alattvalók. A népi mozgalom hagyományaiból, néptáncsból indult, később a táncház mozgalom apostola lett, ugyanakkor tagadhatatlanul liberális világpolgár, a baloldali politikában éppen a szabadságjogok és az autoriter állam lebontásának képviselője. Sokan azt gondolták róla, hogy afféle fellegekben járó ember, aki csak beszédeket tud mondani, de az életben, a hétköznapi politikában más. Ám ez nem így van, mondta Lendva Ildikó. Jól érti az embereket, akikkel kapcsolatban soha nem volt életidegen, mondta az ünnepeltről az MSZP korábbi elnöke. Drága Iván, hát veled elég rendesen ki van babrálva. Vitányi Iván jól egyensúlyoz az értékek megtartásában és abban, hogy ugyanakkor ne legyen múltba révedő. Ő a politika erkölcsét képviseli, mondta köszöntőjében Gyurcsány Ferenc. Nagyon könnyű eltévedni és tisztességnek lenni a politikában. Látunk ebből sokat. Gyanítom, hogy sokunkat ekkor-akkor meg is érint a tisztességtelenség lehetősége, és van, aki képes ellenállni, van, aki nem. Vitányi Iván képes volt ellenállni, és egy olyan hangulatot teremteni önmaga körül, amelyben mi magunk is erősebbek lettünk, és erősebbek vagyunk. Ez a közös munka nem Gyurcsány Ferenc pártja, hanem politikájában és moralitásában Vitányi Iván pártja, tette hozzá a DK elnöke. De szép lenne, ha nem ellenállni kellene egyszer, hanem végül segíteni a magyar demokrácia felvonulását. Így mondott rövid köszönetet a 90 éves Vitányi Iván, majd szokásához híven röviden felvázolta a demokrácia érdekében szükséges legfontosabb teendőket.